Három kiváló kecskeméti festőművész alkotásaiból nyílt válogatás csütörtökön a Bácskiskun megyei kereskedelmi és iparkamara emeleti aulájában. Szalontai Marian és László most először mutatták be alkotásaikat a műkedvelőknek. Bár Csernus Erzsébet munkáival már korábban találkozhattunk, most mégis egy új arcát mutatta meg a közönségnek. Az alkotások zöme akvarell technikával készült, a hangsúly a színeken és a természeti jegyek kifejezésén van. A festményeket a finomság és az akvarell adta lágy színek jellemzik. Csernus Erzsébet, Szalontai Marian Edit és Szalontai László Tibor mind a Kecskeméti Vizuális Műhely tagjai, amelyet évtizedek óta Szappanos István festőművész vezet. A kiállítás megtekinthető 2023. június 15-ig a Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében.